Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Januárban írják ki az ötlet pályázatot, 10 millió forintot kaphat a legügyesebb tervező. Újévi fogadalmak gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok. Házi kedvencek szilveszterkor, az állatok védelmére hívják fel a figyelmet a szakemberek. Székely ünnep Kakasdon, befejeződött a Sebestyén Ádám társulat emlékéve. Januárban írhatják ki Szekszárdon azt az ötletpályázatot, aminek a célja a helyi járatos buszmenetrend újra tervezése racionalizálása. A Tolnai megyeszékhelyen régóta probléma, hogy sok járat kihasználatlanul közlekedik, ez pedig hatalmas költséggel jár. A tervek szerint több millió forintot kap az, aki a feltételeknek megfelelő legjobb módosításokat nyújtja be. Ősszel vezették be az új helyi járatos menetrendet Szekszárdon. A változtatásra azért volt szükség, mert a korábban több mint 10 évig működtetett rendszer évi több százmillió forint veszteséget termelt. Már a módosítások tervezésekor felmerült, hogy teljesen át kellene alakítani a járatok köreit. Az önkormányzat kért is be erre ajánlatokat, az egyik több mint 11, a másik pedig 24 millió forintos tervezési költséget tartalmazott. Ezért most úgy döntöttek a képviselők, inkább ötletpályázatot írnak ki, a tervek szerint erre januárban kerül sor. Bízom benne, hogy a következő közgyűlésre be tudjuk ezt hozni, és elkészül az a kiírás, akkor bárki, aki ehhez kötődik, affinitást érez, 10 millió forint sikerdíjért javasolhat egy jobb tömegközlekedési menetrendet, ami azt fogja megkapni, ez a tervezetünk ez, aki nyer. Tehát a nyertes az 10 millió forintot fog kapni ezért. A szeptemberi módosításokkal az eredeti elképzelés szerint a költségek nagyjából 20%-át tudta volna lefaragni a város. Csak hogy időközben kiderült, többet kell fizetniük, mivel megnőtt az üzemanyagok ára. A kormánypárti képviselők egyébként régóta azt szeretnék, hogy a buszozás Szekszárdon teljesen ingyenes legyen. 2 évvel ezelőtt javasoltam a szekszárdi közgyűlésnek, hogy ingyenes legyen a szekszárdi tömegközlekedés. Ez nem volt fogékony a dolog, tehát nem sikerült ezt elérnem. Viszont továbbra se tágítottam ettől, én talán azt szeretném legyen ingyenes, egy menetrend racionalizálással nem menjenek az üres buszok, tényleg nem menjenek az üres buszok, oda menjenek is akkor, amikor kell, annyi menjen, reméljük, hogy ezt sikerül elérni. A helyi járatos menetrend megújításával kapcsolatos ötletpályázatról várhatóan januárban újra tárgyal majd a szekszárdi közgyűlés. A legnagyobb összegű büntetésre számíthat az az autós, aki szenteste délutánján Tamásiban a megengedett sebesség csaknem 3-szorosával közlekedett. Az autó sofőre ugyanis 126 méter a Trafipaxtól és a rendőrautótól 140 km per órás sebességgel akadt lencse végre. Ezen az útszakaszon a megengedett sebesség 50 km per óra. A sofőr tehát csaknem 300%-kal lépte túl a sebességhatárt. A jármű vezetője ezért a mutatványért 300 000 forintos pénzbírságot kapott. Nem érdemes sietnie annak, aki hivatalos ügyet akar intézni szilveszter után. Idén ugyanis már nem csak a hivatalok, de az önkormányzati fenntartású ügyfélszolgálatok sem nyitnak ki január 8-áig. Az úgynevezett igazgatási szünet célja, hogy a fenntartók spóroljanak a 2022-ben jelentős mértékben megemelkedett villany- és gázszámlákon. Kudarcba fulladnak újévi fogadalmaink. Szakemberek szerint nehéz az évek óta tartó rossz szokásainktól megszabadulni, ezért fontos, hogy környezetünk is támogasson céljaink elérésében, illetve elengedhetetlen a fokozatosság és a tudatosság. Kertész Ágnes pszichiáter szerint tervezés nélkül borítékolható az eredménytelenség. Új év alkalmával sokan tesznek fogadalmat, legtöbbször arra, hogy felhagynak a rossz szokásokkal, és egészségesebben étkeznek, többet mozognak. Azonban gyakran pár hét elteltével elmúlik az ambíció. Szakemberek szerint elsősorban a fokozatosság hiánya, ami miatt kudarcba fulladhatnak újévi terveink. 20-tól. Ebből nyugodtan, ha megy, akkor mehet 16.
Kenyrát Henrietta, szexárdi edző azt mondja, 10 emberből 9 már egy hónap után feladja. Ahhoz, hogy az utóbbit elkerüljük, elsősorban ne távlati célokban gondolkodjunk. Nagyon sokszor halljuk, a csapból is ez folyik, hogy az étkezés a 70%-a. Tehát valaki eljöhet edzeni, és hetente 5-ször edzhet, hogyha nem úgy étkezik, hogy a megfelelő mennyiségű tápanyagokat vigyen be a szervezetébe, de ha már elhagyja a fehérlisztet, elhagyja a cukrot, és rostokat eszik, akkor már egy lépéssel közelebb van, illetve a napi 5-szöri étkezést, azt nem győzöm hangsúlyozni. Kertész Ágnes pszichiáter szerint nagyon nehéz az évtizedek óta berögzült rossz szokásoktól hirtelen megszabadulni. Tudatosan kell készülnünk azokra, és fontos, hogy a minket körülvevők is támogatást nyújtsanak. Talán a legfontosabb a tervezés, hogy egy végig gondolt, előre tervezett, és nagyon gyakran fokozatosan bevezetett fogadalom betartásra van szükség, hiszen a rossz szokásainkat nagyon-nagyon nehéz elengedni. Az is nagyon fontos, hogy ne valamiről lemondjunk, hanem hozzátegyünk valamit. A pszichiáter azt mondja, gondoljuk át, mi az, ami szükséges ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, és érdemes naplót is vezetni a részeredményeinkről. Enyhe ütemben, de ismét emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján. A vizsgált városok többségében stagnáló tendencia tapasztalható, emelkedés Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen mutatható ki, míg Szekszárdon például nem változott jelentős mértékben az előfordulás gyakorisága. Újabb feladatokért felel a kormányban Lázár János, de magasabbért nem kap. A miniszter már a dohányzással kapcsolatos ügyekkel is foglalkozik majd, mint miniszterelnöki biztos. A cél, hogy a káros szenvedéllyel élők száma jelentősen csökkenjen idehaza. Lázár János legutoljára novemberben járta a Tolnai megyeszékhelyen, akkor több beruházást személyesen tekintett meg. Többször is csökkentették a karácsonyi időszakban a paksi atomerőmű teljesítményét, leginkább azért, mert a hálózatba betermeltek a naperőművek is, ezért nem volt szükség az atomvárosban előállított elektromos áramra. Derült ki az Országos Atomenergia Hivatal honlapján közzétett beszámolóból. Ilyen műveletekre december 23-a és december 27-e között minden nap sor került. A beavatkozások nagyjából 45 perc és 2 óra időtartam közé estek. A felügyelő hatóság azt írja, folyamatosan figyelik a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást adnak. Az embereknek szórakozás, az állatoknak pedig kínzás lehet a szilveszteri tűzijáték. A kutyák annyira bepánikolhatnak, hogy ilyettükben akár el is szökhetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha megoldható, szilveszter éjjel ne hagyjuk magára házi kedvencünket, illetve engedjük be az előszobába, vagy egy felülről is zárt kinti helyiségbe, ahol biztonságban érezheti magát az állat. Közeledik a szilveszter, ilyenkor éjjel tűzi játéktól és petárdáktól hangosak az utcák, bár az emberek ünnepelnek, a házi kedvencek szenvednek. Dr. Borús István szekszárdi állatorvos azt mondja, a kutyák többsége nagyon fél a hangos durranásoktól. Az állat ilyenkor önkívületi állapotba kerül, nem gondolkozik, csak menekül. Ilyenkor sajnos sokszor fejvesztve menekülnek, elszöknek, esetleg olyan távolra kóborolnak, hogy nem is találnak haza. Előfordulhat, hogy balesetet okoznak, vagy baleset éri őket, úgyhogy nagyon rossz a kutyáknak ez a szilveszteri tűzijáték és petárda dúrogtatás. A szakember elmondása szerint, ha a kutya pánikol, fontos, hogy maradjanak mellette és próbálják megnyugtatni. Hogy megelőzze a bajt, ilyenkor a gazda azt teheti, hogy biztonságos, zárt helyre viszi az ebet. Ez lehet egy garázs, egy szuterin, ahol el tud bújni a tűzijáték idején, illetve lehet nyugtató hatású készítményeket adni. Ezekkel kapcsolatban ugye az állatorvosoktól lehet segítséget kérni. Ha valaki elkóborolt kutyát lát és úgy tapasztalja, hogy biztonságosan megközelíthető, akkor egyes benzinkutakon, menhelyen vagy állatorvosi rendelőben a négylábú csipjét leolvasva haza tudják segíteni a gazdájához.
Újabb kedvezményt kaptak a diákhitelt felvevő nők. A 30 év alattiaknak már akkor is elengedik a fennálló tartozásukat, ha egy gyermeket szülnek legkésőbb a diploma megszerzése után 2 évvel. Derült ki egy szerda esti kormányrendeletből. Hasonló támogatás már eddig is volt, de annál csak a második gyermeknél lépett hatályba a kedvezmény, és csak a felvett hitel 50%-ára vonatkozott. A teljes összeg elengedésére csak akkor volt lehetőség, ha a hitelt felvevő nő legalább 3 kicsinek adott életet a diploma megszerzését követően. Az év utolsó hónapjában 20-25%-kal több virslit vásárolunk idehaza, mint más időszakokban. Ebből a termékből is érdemes a magyart venni, mert az itteni gyártók termékei nyomon követhetőek, folyamatosan ellenőrzöttek és a mi ízvilágunkra tervezettek. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye. Hazánkban az éves virsli eladás 34 ezer tonna körül van, jellemzően decemberben fogy a legtöbb belőle. Ennek a készítménynek az élelmiszerkönyv alapján legalább 51%-ban húst kell tartalmaznia. 50 esztendeje alapították Kakasdon a Sebestyén Ádám Székely Társulatot. Az emlékév tiszteletére nagyszabású programsorozat zajlott a településen, melynek záróaktusa a Csobán találkozó volt. Az esemény alkalmával a Bukovinai Székelyek Szövetsége Sebestyén Ádám díjjal jutalmazta a főszervezőt, Sebestyén Orsolyát. A Kakasdi Székelykör énekkara köszöntötte a Csobán találkozóra összegyűlteket, mely a Sebestyén Ádám Székely Társulat fennállásának 50. évfordulójának záró eseménye volt. A névadó Sebestyén Ádám a Csobánnal ezt szerette igazán, ezért választották ezt az eseményt az év lezáró programjának. Az egész esztendőt arra szántuk, hogy különböző megjelenési formáiban felidézzük kultúránk értékeit, mondta Sebestyén Orsolya, a Kakasdi Székelykör vezetője. Volt népdal, volt mese, volt néptáncverseny, volt megemlékezés, volt mise, voltunk a temetőbe, Ádám bácsiról, mint kántor is megemlékeztünk, volt szüret, volt nyári tábor Kakasdon, Csóri Sándor tábor a Balatonon, volt néptánc találkozó. Az év hozzá segítette a település székelységét identitásának megerősödéséhez, mondta Sebestyén Orsolya. A Csobán találkozóra 6 csoport hozta el az ősi misztérium játékot tovább éltető bemutatót. Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója azt mondja, ez a népszokás a székelység kultúrájának egyik legmeghatározóbb eleme. Nem csak a Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyékben élő bukovinai székelyek, hanem az Érden, Déván, Csernakereszúron, sőt az Aldunán, Hertelendifalván, Székelykevén is él ez a népszokás, tehát ott is tovább éltették. Tehát ez azt bizonyítja, hogy évről évre, karácsonyról karácsonyra megélik a kis Jézus születésének csodáját, és ehhez a betlehemes játék az, ami hozzájárul igazából. Sebestyén Orsolyát az év során végzett munkája elismeréséül a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Sebestyén Ádám díjban részesítette. Regionális híreink következnek. Segítség a polgárőröktől, szilveszterkor is vigyáznak ránk az önkéntesek. Drágultak a szilveszteri kellékek, még mindig népszerű a maszka, duda és társaik. Munkagépek ünnepi díszben, különleges látványosság Balaton mellén. Az év utolsó napjaiban, sőt még szilveszterkor is kérhetünk segítséget a polgárőrségtől. Az önkéntes rendfenntartók ugyanis ezekben a napokban is teljesítenek szolgálatot. A Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke azt mondja, ilyenkor főként az elkóborolt háziállatok megtalálásában nyújtanak segítséget. Az év végén a polgárőrség ugyanúgy szolgálatot teljesít, mint az év többi napján. A tagok önként végzik tevékenységüket, őket is felkereshetik a lakosok, ha a szilveszteri mulatságok közepette gond adódna. A Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke stábunknak elmondta, szilveszter napján is akad dolguk. Az ezt megelőző időszakokban is szolgálatban lesznek polgárőrök, de szolgálaton kívül is lehet őket keresni. Ami ilyenkor inkább elő szokott fordulni,
a eltűnt kutyák, elkóborolt kutyáknak a keresésébe való segítségnyújtás. Nagyon sok polgárőr egyesület rendelkezik már csipolvasókkal, ezekkel ki tudják olvasni a elveszett elkóborolt kutyákból a csippet. A jegyző segítségével így aztán a kutyák gazdáját könnyen meg lehet találni, tette hozzá Cseh László. A területileg illetékes polgárőrök akár szabadságukat töltve is állnak a lakosság rendelkezésére. Bár Pécsen az önkormányzat nem búcsúztatja tűzijátékkal az új évet, a lakosok használhatnak pirotechnikai eszközöket. Ezekkel kapcsolatban viszont nem intézkedhetnek az önkéntes rendfenntartók. Igazából a pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatban a polgárőrségnek semmiféle hatósági jogköre nincsen. Ezt mindenki, én úgy gondolom, hogy belátása szerint kell, hogy felhasználja, és oda kell, hogy figyeljen mindenki a pirotechnikai termék működtetésére, a balesetek elkerülése véget. Egy esetleges szerencsétlenségbe következtekor természetesen segítenek a polgárőrök, akik értesíthetik a mentőszolgálatot. Cseh László azonban hangsúlyozta, mindenki törekedjen a biztonságos ünneplésre az év utolsó napján is. Az óévet búcsúztatók közül sokan vidám kiegészítőkkel, álarcokkal, dudákkal dobják fel a hangulatot. Egy általunk megkérdezett szilveszteri kellékárus tapasztalatai szerint leginkább a gyerekeknek vásárolnak ilyen eszközöket. Maszkok, parókák, színes kiegészítők és még számos parti kellék sorakozik ennél a standnál Pécs belvárosában. Szilveszter közelettével a város több pontján is találkozhatunk ilyen árusító helyjel. Egyelőre még nincs nagy forgalom, de a tapasztalatok szerint az év végére sokan szeretik így vidámabbá tenni a hangulatot. Elsősorban a kisgyerekeknek vásárolják. A trombita ez mindenféleképpen, tehát ez az egy örök sláger szerintem, amíg szilveszter. És onnantól kezdve szerintem így kifejezetten nem tudok kiemelni semmit, mert mindenből visznek. Ha nem is sokat, de egy kicsit. Az infláció azonban itt is érezteti hatását. A termékek is drágultak, és az emberek sem úgy költekeznek, mint néhány évvel ezelőtt. Szerintem nagy forgalomra nem számítok, tehát ha a tavalyit hozzuk, akkor én azzal meg leszek elégedve. Tehát azért az áremelkedés a tavalyihoz képest 30%-os itt is, tehát nem került el. Papírárúnak nagyon felment az ára, úgyhogy ez sajnos, mint mindenben, itt is érzékelhető. Számos ember családi összejövetelekkel, bulikkal ünnepli óévestéjét. A zajos mulatságok, alármázás pedig a néphagyomány szerint előzi a felhalmozódott gondokat, bajokat, hogy tiszta lappal indulhasson az új év. Harmadik alkalommal vonultak végig Balatonlellén a fényárba öltöztetett traktorok, munkagépek, terepjárók. A felvonulók száma évről évre nő, egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy járművüket feldíszítsék. A város és a környék lakói minden esztendőben örömmel fogadják az eseményt az év utolsó napjaiban. Több kilométernyi fényfüzér világította meg a 31 járműből álló konvojt az idei felvonuláson. Sokan minden évben végignézik a felvonulást valamelyik utcában. Mindig nagyon jó, talán most egy kicsit több kocsi van, jobban ki vannak díszítve. Láttam bicikliseket is, úgyhogy minden évre fejlődik. A konvojban az idén is mindenféle gépjárművel találkozhattak az érdeklődők. Összesen 31 járművünk van, vannak terepjárók, vannak traktorok, vannak különleges járművek, a mögöttem látható betonmixer, egy kombány, egy önjáró permetező, és meg a sor végén van egy betonpumpa, illetve több teherautó. Ez a betonmixer már csak méreteinél fogva is kiemelkedik a többi jármű közül. Vezetője nagy élvezettel készült a felvonulásra, bár mint mondja, egy ekkora járművet nem is olyan egyszerű feldíszíteni. 2 napig csináltuk, hát körülbelül nem tudom, ilyen 450-500 méter füzér van rajta. A színes karaván utcáról utcára haladt kedden este, Balatonlellén megörvendeztetve az érdeklődőket. Több megállót is kialakítottak a felvonulás útvonalán, ahol az érdeklődők beülhettek a járművekbe és fotózkodhattak is előtte. Nagyon aranyos, nagyon tetszik, és mindenki olyan aranyos, kedves, beültették az autóba, megigazították a sapkáját, hogy jó legyen a képe, úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog ez. Az embereknek nagyon tetszik a kezdeményezés, mint mondják, jó látni ilyen nagy járműveket ünnepi díszekben. A szervezők azt remélik, jövőre még több munkagép csatlakozik majd a felvonuláshoz, amellyel sikerült hagyományt teremteniük Balatonlellén. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Januárban írják ki az ötletpályázatot, 10 millió forintot kaphat a legügyesebb tervező. Újévi fogadalmak gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok.
házi kedvencek szilveszterkor, az állatok védelmére hívják fel a figyelmet a szakemberek. Székely ünnep Kakasdon befejeződött a Sebestyén Ádám társulat emlékére. Péntek délelőtt borongós idő várható, többfelé esővel folytatódik az enyhülés. Éjszaka erősen felhős és mérsékelten felhős időszakok váltakoznak, elszórtan jelentéktelen esőkkel. Friss hírekkel legközelebb, idén még egyszer pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!